A mezőtúri református kollégiumot két Wittenbergből hazatért túri diák alapította 1530-ban, így hazánk legnagyobb múltú református iskolája. Ápoljuk a tradíciót, amely meghatározza jelenünket, de fontosnak tartjuk, hogy a jelen tudásával oktassuk a hozzánk járó diákokat, amelyet röviden és tömören jellemez mottunk is. Hagyomány és korszerű műveltség. 31. Többségében digitális eszközökkel felszerelt tanterem, nyelvi laboratóriumok, modern számítógépekkel felszerelt számítástechnikai szaktantermek, a régi helyére visszakerült, összesen 56 ezer kötettel bíró új és ókönyvtár, saját menza, parkosított udvar, új kültéri kézilabdapálya, futópálya, 1400 négyzetméteres sportcsarnok, tanúszoda és fitnessterem várja a diákokat, mindez egyetlen épületkomplexumon belül. És hogy milyen képzések várják a hozzánk jövőket? Nézzük először a gimnáziumi képzéseket. Az első a 4 tanéves emelt óraszámú angol vagy emelt óraszámú német nyelvi osztályunk. A két nyelv oktatása csoportbontásban történik, két interaktív táblával és táblagépekkel felszerelt nyelvi laborban. Amennyiben diákjaink felkészültnek érzik magukat, a Debreceni Egyetem DEXAM kihelyezett nyelvvizsga központjaként lehetőséget biztosítunk számukra a nyelvvizsga megszerzésére. Az állam által támogatott középfokú nyelvvizsgán túl iskolánk a sikeres alapfokú nyelvvizsgát is támogatja. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a második idegen nyelvre is, tekintettel arra, hogy a felsőfokú tanulmányok során többletpontot jelent a diákoknak. A következő képzési formánk a 4 tanéves humántagozatú osztályunk, amelyben a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem és állampolgári ismeret tantárgyak oktatása emelt óraszámban történik. Emellett lehetőség van 4 éves reáltagozatra is jelentkezni iskolánkba, amely tagozaton matematika, illetve biológia szakirány választható. A két szakirányon a két tantárgy oktatása emelt óraszámban történik, amelyek mellé emelt óraszámú fizika vagy kémia tantárgy kötelezően választandó. Az órákat a már most jól felszerelt, de folyamatosan fejlesztés alatt álló biológia, illetve fizika-kémia szaktantermeinkben tartjuk. Ha valaki 4 éves általános gimnáziumi képzése jönne hozzánk, arra is lehetősége van. Ezen osztályban és általában iskolánkban kiemelt szerepet kap a sport. A sportcsarnok, a tanúszoda, a futópálya, illetve a fitnessterem várja a jövő sportolóit tehetségük kibontakoztatásához. A képzéssel együttműködő szakosztályok, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda, valamint úszás. Következzenek a szakgimnáziumi, technikumi képzések. Az első a rendészeti és közszolgálati ágazati képzés. Ezen osztályok a rendészeti szakmákra készítik fel a tanulókat, amelyek között találjuk meg a rendőrt, határőrt, a tűzoltót, valamint a katasztrófa védelmi szakembert. Az 5 éves képzés nagyon sokrétű, hiszen az elméleti tantárgyak mellett, úgy mint közszolgálati ügyintézői ismeretek, magánbiztonság és vagyonvédelem, rendvédelmi szervek és alapfeladatok, közszolgálati ügyintézői gyakorlati ismeretek és rendészeti szakmai idegen nyelv, megtaláljuk a gyakorlati órákat is, amelyekkel diákjaink felkészülhetnek a szakirányú továbbtanulásra. A képzés sikerét bizonyítja több megyei és országos siker az elmúlt évekből. Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk csapatai a haditorna és rendészeti versenyeken az országos élvonalban szerepelnek. Iskolánk oktatásának része a katonasuli program, ahol lehetőség van a katonai alapismeretek tantárgy elsajátítására. Második technikumi képzésünk az informatikai osztályunk. 5 éves szakirányú gimnáziumi képzés mellett szerzik meg a tanulók a technikusi oklevelet, és ezzel informatikai rendszerüzemeltető szakemberré válhatnak. Ezen végzettséggel vállalkozások, cégek informatikai rendszerhálózatát építhetik ki, üzemeltethetik, illetve javíthatják. Emellett a Cisco nemzetközi bizonyítvány is megszerezhető OKS képzésben, de az ECDL vizsga iskolánk vizsgaközpontjában már hamarabb is elérhető. A diákunk sikeresen teszi le az ECDL vizsgát, úgy számára a vizsga díjmentes. Iskolánk a tanulás mellett igyekszik színesíteni a diákok életét különböző eseményekkel.
Ilyen az októberben szervezett angyalavató az 5. és 9. évfolyam számára. Végzős diákjaink egyik legjobban várt eseménye decemberben következik be, amely nem más, mint az ünnepélyes szalagavató. Iskolánk diák önkormányzata pedig minden karácsonykor családi napot és minden tavasszal diáknapot szervez, hogy kötetlen formában érezze jól magát diák és tanár egyaránt. Református egyházi iskolaként a fontosabb egyházi és állami ünnepeinket, úgy mint tanévnyitó, ballagás és tanévzáró, istentisztelet keretében tartjuk, hiszen a túri latin palota melletti nagy templom felirata minden alkalommal hív bennünket: jöjjetek el, imádjuk az Urat! Ha úgy gondolod, hogy valamelyik képzésünk elnyerte tetszésedet, szeretettel várunk nyílt napjainkra és a következő esztendőben iskolánkba.